Jaj, de örülök, hogy látlak benneteket. Szülőket, barátokat, szomszédokat. Nagyon nagy izgalommal készültünk erre az előadásra. Tetszenek hallani a háttérben, ez az izgalom még mindig tart. Külön el kell mondjam, hogy a nagyobb, az ifisek, ők teljesen egyedül, saját maguk tanulták be a pantomim jeleneteket. Mi a végén már felnőttek, csak gyönyörködtünk bennük, úgyhogy ez nagyon nagy dolog, én úgy gondolom. Nagyon szépen köszönjük Moldován Hajnalnak a segítségét. Ő egy új arc talán majd a gyülekezetben, meg tetszenek egymást ismerni. Katehét, a hitoktató, ő nagyon sok kisgyerekkel foglalkozott, és örülünk, hogy segítünk egymásnak, segít nélkülünk. És azt gondolom, hogy kezdődjön hát az előadás, amely inkább bizonságtétel arról, hogy van nékünk egy Úrunk, akit szeretünk és tisztelünk, és az életünket szeretnénk, ha megvilágítanánk. Először a pantomimesek legyenek hát a színpadon. A nagyok jöhetnek. A bombon, ez a címe a következő jelenetnek. Ha nem sikerül
elfogadni az Úr Jézus Krisztus segítségét, és felszabadulni, akkor lám, megmaradunk mi a régi állapotunkban, ilyen a világ, mint amilyet most látunk az összes kísértésével. Olykor, illetve nem tudunk nemet mondani a hívásoknak, amikor pedig tudni kellene nemet mondani, sőt, csöndesen vécés, egyre nagyobb terheket tolunk szinte magunk előtt, és mélyülünk bele, teljesen fölöslegesen. A következő és a nagyon nagy készülődés által előállt jelenetünk, illetve játékunk, passió játékunk. Úgy gondolom, hogy a gyerekektől nagyon nagy figyelmet és türelmet és odafigyelés, felkészülést igényelt. Néha úgy éreztem az elején még a készülésnek, talán nem is voltunk elég érettek hozzá, de én nagyon remélem, hogy a próbák közben már óriási az izgalom. A próbák közben megértették a gyerekek is, hogy kiről van szó. Fogadják szeretettel a játékunkat. Elkészítettük az ételt, ahogy elkérted.
vágyva vártam arra, hogy a húsvéti bárány veletek együtt fogyasszon el. Mert bizony mondom, nem eszek ebből többé, és nem eszem a szőlő terméséből, mindaddig, amíg el nem ér az Isten országa. Íme, itt a kenyér, ez az én testem, mely értetek adok is. És a kehelyben pirosló bor, az új szövetség, ez az én vérem, mely értetek kiontatik. Mindezeket megtegyétek az én emlékezetemre, és az ember fia elmegy úgy, amit el van rendelve, de jaj annak, aki elárulja. Mester, van ki az? Melyikünk lenne képes elárulni téged? Az, akinek ezt a falatot adom. Kérni akarsz tedd meg mielőtt. Fiaim, új parancsolatot adok ma néktek. Szeressék egymást, mint én szeretlek benneteket. Ismét már szeressétek egymást, mert én most elmegyek oda, ahová ti nem követhettek. Oda nem ott, hogy nem követhetünk. Az életemet adom érted. Az életedet adod értem? Bizony mondom neked, barátom. Nem tudod igazokat, minden háromszor meg nem tagadsz. Háromszor. Menjünk imádkozni a Gecsemáni kertbe. Jól figyeljetek, akik sokkal üdvözlök, majd azt kell elfognatok. Nincs a gondom, mert nem is szerződik, játszik, hogy nem olyan. Júdás barátom, hát sokkal árulod el az ember fiát. Köztesek éltem, veletek voltam. Hegyen is vízparton nektek tartottam. Amit mondtam, hirtelen a napvilágon tettem. Csodáimmal mindig nektek segítettem, és most rám törtök, kötélel és bottal, mint a rabló lennék gonosz indulattal. Elég a beszédből, felkötözni! Te vissza a műveibe akarok, mert ha fegyvert fog, fegyver által is vészel. Markus, megengedj több fájdalmat. Cserébe szívből bocsáss meg az én barátomnak. Nem bánom, legyen. Semmivel sem többet, majd később megkapják a járulóságukat. Vezessétek ide a galileit és a talukat is. Magam láttam, hogy szombatnapon kalasztépet. Azt mondta, romboljátok le a templomot, és 3 nap alatt fölépítem azt. Szombatot gyógyítom. Ez templomgyalázás, de mondott ő mást is. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te mondtál, az a lőtt. Ám azt is mondom, ez időtől kezdve meg fog történni az, mert az ember fia ott tudni a hatalom jobbján. Így felsz a főpapnak? Ha valóban mondod, bizonyíts be. Ha meg nem, miért persze engem? Elég, Isten káromolta, mi szükségünk további tanukra. Mindnyájan hallottátok az Isten gyalázást. Igen, hallottunk, Jézus az ítéletre. Erős kísérettel vigyétek Pilátushoz. Itt van a bérdíj, 30 ezüst garas. Hol van a telkette fukar fezekas? Eladtam a mestert, pénzért a messiást, pedig tudom az törvényt, ismerem az írást. Csókkal árultam el, az
az egyedüli gazd, elhagyott az Isten, nem lelek már vigaszt. Elhagyott mindenki, elhagyott egy álom, elmegyek, ne is keressen senki a világon. Nos, hát te vagy a zsidók királya. Magadtól mondod ezt, hogy mások mondták neked? Ha vagy zsidó vagyok én. A te népet hozott ide, mit cselekedtél? Milyen országnak vagy te a királya? Az én országom nem a világból való. Ha ebből a világból való lenne, szolgálj megvédelének. Világ vagy hát csak, ugyan? Azért születtem, hogy bizonságot tegyek az igazságról. Ó, te szegény álmodozó! Igazság! Mi az igazság? Tanításával lázított a népet Galileától egész Júdeában. Azt mondjátok, Galileából származik? Helyes, akkor vigyétek Herodeshez, mert így az ő hatáskörébe tartozik. Vártam, hogy lássam őt. A názáreti átjött-e semmire kerül. Most majd megmutatja, mit elég tőle Isten fia, ugyan mezitlábas lőre. Molán, hát mégiscsak eljöttél hozzám. Örülök, meg sok dolgot hallottam felőle. Azt mondták neked hatalmad van. Akkor miért vagy fogoly? Ne nézz így rám, hanem felelj, ha kérdeztelek. Felelj, mert én tőlem függ a sorsod. Miért nézel így? Soha nem bántottalak. Fordulj el tőlem a lelkem, mert semmi közöd. Vigyétek vissza Pilátushoz. Már megint te vagy? Ebben az emberben sem én, sem Herodes nem talált semmi bűnt. Szabadon engedem. De azonban, hogy a jövőben több tiszteletet mutasson a templom iránt, megbeszűztetem. Istennel egyelőnek mondottam magát. Ez a mi törvényeink szerint halálos bűn. Nem érdekelnek a ti törvényeiket. Ha nem ítéled el, nem vagy a császár barátja, mert nekünk császárunk van, nem tetszik királyunk. Úgy tudom, régi szokás nálatok, hogy húsvét ünnepén egy foglyot szabadon engedtek, Barabást vagy Jézus? Barabás! Vele hát mi legyen? Feszítsd meg! Feszítsd meg! És ha ártatlan véroltatik? Vére meg sűrűk van. Ki akartátok? Én nem veszek részt ebben.
Mosom kezébe. Elmegy. Minden tér meg, hajoljon minden nyelv, csak róla
Igen, ez a Júdás árulós pénze. Nagyon sok szeretettel hívjuk a gyerekeket és a felnőtteket is üdvözlésre, mert a hátsó sorok végén megterített asztalban és felszabadult kiáltások háttérben. A nagy izgalom után. Úgyhogy úgy folytassuk az alkalmunkat, hogy halkaj, hogy sütizünk. És figyelj most rám, miért vagy szomorú, és miért nem vidám, ha életed üres és céltalan. Hallasd meg, hogy mit tanácsol néked ez a dal. Ne add fel a reményt, hisz van megoldás, Krisztusban ki a Golgotán érted adta magát. Akármilyen életed volt eddig neked, tudd meg azt, hogy Jézus Krisztus téged is szeret.